Győzni jöttek Szabadkára szombat délután a Crvena Zvezda játékosai. Ennek megfelelően már a mérkőzés elejétől átvették az irányítást, és több veszélyes helyzetet is kialakítottak. Az ígyszerek azonban sorra kimaradtak. Az összecsapás 37. percében azonban hibázott a szabadkai védelem, és egy baloldali beadást követően Radovanovic a saját kapujába lőtte a labdát. Izgalom azonban nem csak a pályán, hanem a lelátón is volt, hiszen egyik tábor szimpatizásainál sem volt hiány a pirotechnikai eszközökből. A fordulást követően jobb játékot mutatott a Spartacus. Egyre többször jutottak el az ellenfél kapujához, és a 64. percben szintén egy öngólból kiegyenlítették az eredményt. Miodrág Bozsovic, a Crvena Zvezda edzője szerint a látottak alapján reális eredmény született Szabadkán. Utakmica bila vrlo teška, nije bilo neke baš prelijepe igre, mi smo u prvom poluvremenu imali par šansi koje nismo iskoristili i mogli da povedemo većim rezultatom. U drugom poluvremenu poveli smo, onda smo primili gol posle prekida, Spartak je tada zaigrao kao da je dobio krila, mi smo rizikovali, bilo je vrlo opasnih kontri i na kraju krajeva mislim da je meč se završio ovako kako je i treba. Andrej Csernyisov, a Spartacus edzője sikerként könyvelte el a favorit elleni pontszerzést. Конечно, вот в первом тайме у соперника было больше голевых моментов, и они свои шансы не реализовали. Здесь нам повезло. Да, вот, можем се согласить с тем, да, я противник в первом полувреме имал больше шансы, и тут мы имели мало сречи. Во втором тайме уже мы имели, наверное, больше таких голевых моментов. 13 форло утана Црвена Звезда 32 понтал továbbra is első a tabellán. A szabadkai Spartacus pedig 18 ponttal az előkelő 7. helyen áll.